Ennek a kiállításnak a megtekintése előtt fontos tisztázni, hogy a street art nem egyenlő a graffitivel, mert még ez utóbbi egy zárt körű társaság öncélú esztétikai egóháborúja, ami nyílt színen zajlik, addig a street art művészei a társadalmi és politikai üzenetek, vizuális gegek révén a társadalom széles rétegeihez kívánnak szólni. Fekete Valéria műkritikus esztéta, Zsök vizuális művészeti vezetője avat be a különleges tárlatanyagába. Ugye ez a kiállítás, ami maga a street artos rész, az három különböző teremből áll, és ahol összekapcsolódik a Villeglie kiállítással, az éppen a graffiti, a tag, illetve a graffitiből és a tagből kifejlődött művészi alkotások sora. Tehát magyarul ez azt jelenti, hogy ugye a street artnak is különböző irányzata és stílusai, műfajai vannak. A legkorábbi tulajdonképpen ez a nyomhagyás, az aláírás. A street arterek közül a graffitisek mindig a jelet akarnak hagyni, a nevüket akarják különböző kompozíciókban megmutatni. Azok a művészek, akik a harmadik teremben láthatók, ők a graffitiből indultak. Ha jobban megnézzük ezeket az alkotásokat, akkor láthatjuk, hogy ezek már rég nem graffitik, ugyan tartalmazzák azokat a sajátságos egyedi jegyeket, amelyek a graffitire jellemző, azonban ez már teljesen más, mondja a műkritikus esztéta. Már egészen más színvonalon, már egészen más kompozícionális technikával, műalkotásokká válnak. Vagyis abban a teremben azt szeretnénk megmutatni, hogy a betűírás, ugye ezek a writereknek hívják egyébként magukat, tehát hogy az írásképből hogyan fejlődik ki az az autonóm művészet, ami az abstrakció irányába mutat. A Pécsi M21 Galéria Street Art című nemzetközi kiállítása több hagyományos művészeti bemutatónál, hiszen párbeszédet nyit a graffiti és a magas művészet, a funkció és az esztétikum, az alkotás és a rongálás közötti viszonyokról. A Street Art nemzetközi Urban Art kiállítás látható egészen szeptember 22-ig Pécsen, a Zsolnai negyedben található M21 galériában.